Szeretettel köszöntöm a nézőket és Isten igények hallgatóit. A Bibliósó Kalauz mai igéjéből, a Mát Evangélium a 9. részéből, a 19 22-ig terjedő verseket fogom felolvasni. Így szól Isten igéje. Jézus felkelt, és követték őt a tanítványai. És ime egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hátulról hozzáférközött és megérintette ruhája szegélyét. Azt gondolta ugyanis, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordult, rátekintett, és ezt mondta. Bizzál, leányom, a te hited megtartott téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Szeretett testvéreim, egy beteg asszony nem kevés áldozatot hozva küzdött meg azért, hogy megérinthesse Jézust. Az egész lényét beladta, hogy az egyetlen igaz érintéssel megérinthesse őt, amely érintéstől Jézusból élet és erő árad belé. Márk evangélista nem csak a vérfolyásos asszonyban történő természetfeletti változásokat jegyzi, hanem az egy, azzal egy időben a Jézusban bekövetkezett változásokról is szót tesz. Amit Jézus maga érzékelt, és szóvá szóvá is tett, hiszen megfordult és kereste azt, aki hittel érintette őt. Jézus emel kereső hívására ez az asszony erőt vett magán, és Jézus elé állt. Elmondta betegségét és elmondta a gyógyulását is, mert mindkettőnek nyilvánvalónak kell lennie. Jézus végül így bocsátotta el, lányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, bajodból meggyógyulva, légy egészséges. Bizony, az egy igaz hit Krisztus érintése, örök életet szabadít fel az Isten fia a Messiás Jézusból. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez pedig annyit tesz, hogy amiképpen akkor úgy most is, bármilyen hatalmas legyen is a tömegek tolongása, amely elsodor Krisztustól, a hit érintésével az ő ruhája szegélyét te magad is megérintheted. Krisztus velünk van minden nap a világ végezetéig. És természetfeletti, de valóságos jelenlétének, eme jelenlétének sokféle ruhasegélye van, kéznyújtás nyira tőlünk. Ruhasegélye lehet a próba, a pusztító vihar, a balszerencse, a betegség, gyász, háború, válság, szegénység, kilátástalanság, és még sorolhatnánk ezt a sort. Ruhája szegélye lehet az imádkozó felmenő. Egy édesanyja, egy apa, egy nagymama, egy nagyszülő. Az ő meghallgatott imádságuk. Jézus ruha szegélye minden Isten tisztelet. Ez is. Ahol az ő nevét segítségül hívják. És mennyivel inkább ruha szegélye az úrvacsorai közösségünk, ahol nem csak érinthetjük, láthatjuk, hanem még meg is ízlelhetjük a testélet igét. A bor és a kenyér szent jegyeiben. Különös érintés tehát Jézus igaz érintése, igaz hittel való érintése, de a lényege az, hogy a látható dolgokon túl őt magát, a mindenhatót, a láthatatlant érítsünk. Akiben bízhatunk, akinek irántunk való szeretete felől nem lehet semmi kétségünk. E sokféle érintés között ott van az én személyes érintésem is. Kérdés, hogy most, ebben az órában, mikor halljuk ezt az igét, meg tudom-e úgy érinteni őt, hogy örök élet erői áradjanak belém, és meghallgasson engem is, és azokért is, akikért közben járok, hogy az a szeretet, amely benne van, az ővék is legyen, és az az üdvösség, amelyet ő ad, a minnyájunké legyen hallgassa meg Isten ezzel kérésünket, hogy így tudjuk megérinteni őt. Amen.